Hatalmas szeretettel köszöntök mindenkit, elérkeztünk a középdöntő végéhez. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a döntőjéhez érkezett a Kimityú második szériája. Évfél elmúlt, úgyhogy lezárult a szavazás, ami azt jelenti, hogy a zsűrinek meg kell hozni a döntését. Az a 10 produkció jutott be a döntőbe, akit beszavazott a közönség, és akire a zsűri is rábólintott. A döntőbe jutásról van most szó. Nézzük a 11 zsűritag, melyik 10 produkciót engedte tovább a döntőbe. Elsőként jöjjön a Standard hiba, ez amit ők űznek, a Slam Poetry-nek valami érdekes leágazása. Ha most mondanom kéne rá valamit, akkor poétikus videó etűd, ezzel jutottak ők be a célegyenesbe. Szerintem is vicces ez a tipi atyás poszt. Téged meghívtak a Peaches and Cream Season Opening Weekendre? Biztos nagy party arc lehetsz. Te is megosztottad azt a HVG-s cikket? Úgy imádom a politikai nézeteidet. Mondhatjuk, hogy egy új műfajt teremtettetek. Hetente hányszor magányos? Sírt már maszturbáció közben? Látványos fejlődés van, tehát nektek jót tett a továbbjutás. Elgondolkodtató videóval jöttetek. Mindent elárul, hogy miután vége lett, el kellett indítanom még egyszer, hogy miről is pofáznak itt ezek a kis csávók. Teljesen elkapott, beszippantott, úgyhogy fucking awesome. Látom, teregeted a szennyest. Segíthetek. Nem az abszolút kedvencem nekem, ez a fajta elvonkodás nem jön be annyira, de attól még el kell ismernem, hogy az egyéb kategóriában minőségben mindenkit vernek. Átgondolt, tartalmas és rájuk semmiképp sem mondanám, hogy mondókaszerűen szavalnak. Slamnek annyira nem nagy szám, de volt benne néhány nagyon erős felvetés, meg abszurd humor, ami egy nap talán össze is állhat egy erős anyaggá. Intellektuálisan azonban már most is üt, ezért rátok szavaztam. Élete egy bevált massza, fél, hogy bárki tönkre bassza? Nekem nagyon tetszik ez a világ, tényleg egy kicsit olyanok vagytok, mint a hárfa, akinek ez tetszik, annak nagyon tetszik, a többség viszont valószínűleg nehezen fogja megérteni, viszont azt gondolom, hogy a második már sokkal emberbarátibb lett, mint az első videótok. Én nagyon szeretem ezt a nyelvel és hangulatokkal, asszociációkkal játszó világot. Nekem kicsit Gotthár Péter Eszterházi, Gotthár Bereményi munkákra emlékeztet, ugye megáll az idő, idő van. Ez amúgy is nekem nagyon hiányzik. Jó irodalmi szövegek. Hajrá, csak így tovább, én rátok szavaztam. 2. Rimbiózis. Szélsebes társadalomkritikus hip-hop. Rimbiózis. Túl régóta tengőz járközként a tét minimumát. Ameddig én betalom a sátalokat, nem a tétet, egy ügyön megadod a szöntet, remény darabjam, rassz, mire lefolyik a riverén, tud ingyerek, így a fönnyel ennyi. Jó a rap, jó a szövegek, nekem még mindig a zenével van egy kis problémám. Megmondom, nagyon szeretném hallani azt, hogy lassú cucca nyomnak valamit, és átjönnek a szövegek nagyon durván soronként. Minden átjön, és kicsit belassul a flow. Nem kell Puzsé Robertnek lenni ahhoz, hogy lássuk, hogy ezek a csávok ezzel a tanító jellegű rappel valami egészen más csinálnak, valami olyasmit, amire biztos, hogy szükség van. Nem csak itt a Kimityúban, hanem bárhol máshol. Viszont lehet, hogy a Kimityú lesz az az ugródeszka, amire ők el tudnak rugaszkodni, úgyhogy a döntőben a helyük ez egészen biztos. Itt innen a vitát, mert minden, amit átéltem, tanított, ellenálló rolling, jöhet a napi flop, mindegy, hogy a napjárás, ami volt. 3. Zenei produkció következik, egy norvég, egy ír és egy pécsi srác nemzetközi triója. Mocskos, piszkos, lepedékes, dirty blues, Mongoose and the Magnets. No, it's not like you think, baby, it's not to get there. Mongoozék nagyon rajok. Van pacek, énekes csávó, van pacek, énekes csaj, zenészek is pacekok, tudnak zenélni, meg dögös. 10-ből 10 haver. Mongoose and the Magnet. Az első produkció nem annyira tetszett, a második annál inkább. Az biztos, hogy élőben rettenetesen jól tudnak zenélni ezek a csávók. Arra lennék kíváncsi, hogy a döntőben a videó és egy picit kreatívabb lenne, egy picit ötletesebb lenne, mint ami eddig volt, akkor lehet, hogy még esélyük is van esetleg a győzelemre. Én mindenképpen szeretném ott látni őket a döntőben. Szeretik a hangszereiket, látszik, és ezt nagyon, nagyon kedvelem, hogy szerelmeskednek a hangszerekkel a zenészek. 4. Caf. Ritka pillanat itt a Kimityúban, egy igazi, vérbeli videós produkció következik. A Caf tulajdonképpen egy csokorra való videó poénnal, videó viccel juttatta be magát a döntőbe, azt mutatják be, hogy milyen lenne, hogyha tényleg a nyúl vinné a vadászpuskát. Fordított világ következik. Most dobok egy 100 pontost. Yeah!
képzeld! Szóval kedves Szaf, igen, én rátok szavaztam, de tényleg vegyétek komolyan kis Ádám intelmeit, rettenetesen hosszú és fárasztóra vágjátok ezeket a tényleg sziporkázó pillanatokat is tartalmazó produkciót, szóval ennél sokkal kevesebbet, vagy dobjátok szét sorozatba, de rátok szavaztam, mert rettenetesen sok munka volt benne. És nevettem rajta. Volt, amikor nevettem. Szaf, ti kifejezetten szórtátok a poénokat ebben a videóban. Ez egy annyira ellenállhatatlanul suttyó humor, amit már nehéz nem szeretni. Ha több időt hagytok a nézőnek a következő gegre, és a szarabbakat kiveszitek, teljesen jó lett volna. Ez kifejezetten az a cucc, ami annyira szar, hogy már jó. Úgyhogy jár érte a szavazat. Bittner Dániel, dalszerző, gitáros, énekes, pólógyáros produkciója következik. Minden hét egy új kezdet, de aztán eljön a szürke szerda. Minden napot úgy élek, hogy meg is hallatnál holnapra. De ekkora szemöldökkel tuti nyerő, top 5, top 5. Mellesleg tök jó gitározol, jó a hangod és jó a dal. Minden reggel úgy kezd fel, hogy a következőt várod. Bittner Dánielt javaslom negyedikként a döntőbe. Azért, mert kiderült, hogy nem egy búval baszott poéta ő, egy egyszálgitáros előadó művész, hanem egy sokoldalú valaki, aki a második produkciójával a középdöntőben bizonyította azt is, hogy tényleg sokoldalú lehet. Én kíváncsi vagyok, hogy van esetleg egy harmadik arca is, ezt a döntőben szeretném, hogyha megmutatná nekünk, ha van. A hatos számú versenyző pedig az egyetlen vlogger itt a fináléban, egy youtuber, egy beszélő fej, ő Member, aki ősrégi videójátékok világába kalauzol el bennünket. Member, a te témád széles körben kedvelté válhat, nagyon jó, szórakoztató, humoros és még ismeretterjesztő is. Tetszett a videó, támogass a középdöntőben és a döntőben, és még bizonyítást fog nyerni, hogy mi későn születettek, mennyi jóról is maradtunk le. Egy kétségtelenül egyedi hangvételű humorral próbálja szórakoztatni a nézőit, és teszi mindezt egy új és friss stílussal tálalva. De! Emellett valami olyan megközelítésből nézi a feldolgozott témáját, olyan látvány elemeket alkalmaz, és olyan megfogalmazási módot használ, ami miatt úgy érzem, hogy az ő saját, sosem látott világát tárja elénk. Hihetetlen sok utómunka van a videóban, látszik, hogy minden egyes mozdulatodnál szinte más hangeffektet vágtál oda, úgyhogy borzasztóan aprólékos. Te vagy az, aki a leginkább megtalálod a közös hangot a nézőiddel, és pusztán csak technikai segítségre lenne szükséged ahhoz, hogy valami fantasztikusat kihozz ebből. A hetedik továbbítón pedig nem más, mint Benny, a 15 éves pécsi költőfiú, aki végig vezette a versenyt, így aztán nagy esélye van tulajdonképpen a végső győzelemre is. Vele kapcsolatban az a faramúci helyzet állt elő, hogy a közönség szerette, legalábbis nagyon sokan szavaztak rá, viszont a zsűri mindig egy picit soknak érezte a Slamjeit, nem igazán tudták megszeretni. Még egy nevem van, ez pedig nem más, mint Benny, akit én az egyik legnagyobb felfedezésnek tartok. Ezzel nagyon sokan így vannak, ugyanis az első helyen jutott be a döntőbe, ami a szavazatokat illeti. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen helye van ott, és hát reméljük, hogy tud egy olyat gurítani, ami érdemessé teszi őt arra, hogy mondjuk egy ilyen magamfajta vén faszrocker is meg tudja indokolni, hogy miért szavazta be a döntőbe. De ki van zárva, hogy a szívemből ki vagy zárva, ha más nem átkerülsz a vigaszágra. Mert az biztos nem dob egy lány önbizalmán, ha miután dobta, elmondja, mit nem bír dönci dalmán. Szeretném látni a döntőbe, az a Benny, az a bánki Benny. Mi a pálya? Nem megy a sport, de nekem terem a tudás fája. 8. Egy énekes produkció, ő Léna, egyébként ő az egyetlen női tagja a finálénak, neki még van esélye megnyerni a Kimi Tyú második szériáját. Léna nagyon szépen énekelsz, jók a dalok is, érződik rajta, hogy szereted is ezeket, úgyhogy csak így tovább. Nice! Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still scar from your cheeks? 9. BMG trió, 3 srác és a cappella. Mit kell még mondani? BMG-s fiúkat választom, mégpedig azért, mert egy szívhez szóló kommentet írtak, ami arról szól, hogy már pedig ők nem ennyire nyálasak, és nem ennyire balfasz módon tudják előadni csak magukat, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy ez valóban így van-e. Right,
És végül, de nem utolsó sorban, ahogy mondani szokták, jöjjön Jamal, aki mindenféle lúpolással és konyhai eszközökön való citerázással juttatta be magát a fináléba. Ja, hát meg majdnem elfelejtettem a Jamal testvéremet a kis beatboxos lúpos cuccokkal. Hát hogy az Istenbe lehetne ezt elfelejteni, mit történt vele, nem tudom, akkor reggel van nekem még, bocsássatok meg, bocsáss meg, Jamal. Szóval a hetedik emberem, a Jamal Band, kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz oda pörkölni a döntőben, haver. Egyértelműen Jamal, aki a legkreatívabb videót tárta elénk, legalábbis szerintem. Ez azt jelenti, hogy az övé volt, úgy gondolom, a legegyedibb és leginkább a Kimi Tube-ra való videó, és remélem, hogy valami hasonlóval fog kirukkolni a döntőben is. Jamal, menjen tovább. Most pedig az következik, hogy ez a 10 előadó még utolsó erejével elkészít egy harmadik produkciót is, amiket 20-án fognak majd publikálni, tehát 20-a, vasárnap, finálé, egész nap lehet szavazni az új produkciókra, a közönség fogja eldönteni, hogy ki nyeri a Kimi Tube 2-t, ki veheti el a bajnoki övet Mr. Klaus-tól. Döntő, jön a döntő. Jön a döntő, faszikáim, jön a döntő. Idén is itt a Kimi Tube. Csináld a műsort!